minden egyéb, a helyi élelmiszerfeldolgozás, helyi piacok kiépítése ebben a stratégiában szerepel. Szeretném jelezni, hogy a kormány egyéb területeivel egy komoly kezdeményezést indítottunk az elmúlt héten éppen. Ez a közétkeztetésnek a problémaköre. Számos olyan intézményünk van, és a különböző tárcák felügyelik ezeket az intézményeket, hogy ne említsem a honvédségtől egészen az önkormányzatokig, vagy az oktatási intézmények menzáig, ahol össze kell újra kapcsoljuk a helyi élelmiszertermelést a helyi igényekkel, a helyi fogyasztással. Ez éppen az elmúlt nap folyamán, az elmúlt hét folyamán indult el ez a kezdeményezés, és azt reméljük ettől, hogy jelentősen segítheti a piac két oldalának, a közétkeztetésnek és az élelmiszer előállításnak az összekapcsolását. Egyetértek azzal, hogy segíteni persze ott lehet, ahol helyi közösségek már elindultak. Ezért folytatni fogjuk és meg fogjuk erősíteni azokat a szociális jellegű földprogramokat, amelyeket az önkormányzatok elindítottak. Épp ebbe az irányba gondoljuk a föld fölhasználását megváltoztatni. Ne tőkés társaságok extra profitját növelje, különösen az a földmennyiség, ami a nemzeti vagyonunk része és az állam kezelésében van, hanem igen a közjót szolgálja. És a közjó szolgálatának fontos eszköze azok a szociális földprogramok, amelyet az önkormányzatokkal közösen fogunk indítani. Augusztus végére lesz egy világos képünk a földkészletekről, és ebben a helyzetben fogjuk tudni ezeket az együttműködéseket megerősíteni. Meg szeretném nyugtatni képviselőasszonyt, éppen abba az irányba megy ez a kormány, amit képviselőasszony is képvisel. Köszönöm szépen! Az MSZP részéről Szekeres Imre képviselő úr jelentkezett napirendelőtti szólásra egy év a gazdaságban címmel. Megadom a szót képviselő úrnak. Elnök úr, köszönöm a szót! Tisztelt képviselőtársaim, az Orbán kormány első évét a gazdaságban négy filmcímmel lehet legjobban jellemezni és leírni: Robin Hood, Rambo, Tulipános Fanfan és Rózsaszín Párduc. Orbán Viktor és kormánya ugyanis fordított Robin Hoodként viselkedik, azoktól veszel, akiknek kevés van, és azoknak ad, akiknek több van. Nem egyszerűen arról van szó az Orbán korszakban, hogy a gazdagok gazdagabbak lesznek, a szegények elszegényednek, hanem hogy sokak elszegényedése teszi lehetővé kevesek meggazdagodását. Ennek egyik oka egyébként az, hogy az önök kormánya megemelte a kis és közepes keresetűek adóját. Az adómentes sáv eltörlése ugyanis egyszerűen világosan adóemelést jelentett a munkavállalók több mint 80%-ában. Ezt egyébként mindenki megtapasztalhatta februárban, amikor megkapta az első bérjegyzékét. Ha ezt az intézkedést visszavonták volna, akkor Rogán képviselő társamnak nem kellene bérkommandó élén rambónként üldözni a kis- és középvállalkozásokat, és akkor nem kellene a miniszterelnöknek a kis- és középvállalkozásokra terhelni ezt az adóemelést is, amit a kisjövedelműekkel hárított. És ezzel párhuzamosan persze nem kellett volna az 5 millió forintnál többet keresőknek több 100 000 forintos nyereséget adni. A kormány egyébként tulipános fanfanként működik, mindenhol segíteni akar, de igazából mindenkit fosztogat. Egy év alatt nem született megoldás a rezsiköltségek befagyasztására, mint kiderült, a devizahitelesek helyett a bankokat segítették, csökkentették a közmunkát, és most nem létező munkaerőpiacra akarnak korkedvezményes vagy rokkant nyugdíjasokat visszavezetni. És példátlan volt az is, hogy a kormány megzsarolni is kész volt az embereket, amikor a társadalombiztosítási nyugdíjuk megvonásával kényszerítette őket a magánnyugdíj pénztárak elhagyására. Jelenleg Magyarországon senki nem érezheti magát biztonságban, mert befizetésekkel szerzett jogait vagy megtakarításait bármikor elvehetik tőle. Eközben persze számos példa volt már arra, hogy a kormány saját embereit kimentette a különadók vagy más szabályok által előírt kötelezettségek alól, vagyis bárkivel bármi megtörténhet, de a kiválasztottak biztonsága mindig megmarad. Az elmúlt egy év során Orbán Viktor és kormánya úgy viselkedett, mint az ügyetlen Kruzó felügyelő a Rózsaszín Párducban. Belekényszerült mindabba, ami ellen az elmúlt 8 évben politizált. Azonban az önök által választott eszközök, a költségvetési kiigazítási kísérletek nem segítik a gazdasági növekedést, nem teremtenek új munkahelyeket, és nem biztosítanak védelmet a kiszolgáltatott helyzetben lévőknek. Önök a saját maguk által teremtett költségvetési hiányt próbálják betömni, hol államosítással, hol adóemeléssel, hol a szociális, oktatási és egészségügyi ellátás csökkentésével. És ami a nagyobb baj,
felelőtlenül elköltik a megtakarításokat, nem törődve azzal, hogy ezekre szükség lenne a jövőben. Az önök egyéves kormányzása alatt az élelmiszerek ára 9,2%-kal, az üzemanyagéké 15,9%-kal, a távfűtés ára pedig 9,8%-kal emelkedett. És a miniszterelnök brüsszeli kijelentése ellenére tovább nő a munkanélküliség. Április végén 612 000 nyilvántiltott munkanélküli volt, 11 000-rel, vagyis 1,7%-kal több, mint egy évvel korábban. És hogy csak egy példát mondjak, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, ahol 15,3%-kal nőtt egy év alatt a munkanélküliek száma, és ma már meghaladja a 66 000 főt. És igen, emellett még folyamatosan nő az ellátatlanok száma is. Áprilisban 261 000 ember nem kapott ellátást, ez a munkanélküliek 42,7%-a. Tisztelt képviselőtársaim! Orbán Viktor az elmúlt egy év kormányzati teljesítményéről a múlt héten úgy fogalmazott, nem lehetünk elégedettek. Teljesen igaza van. Az emberek nem elégedettek, sőt a bankbetétek államosítását is kinézik a kormányból. És ismerjék el, okuk van rá, mert önök visszamenőleges hatályú törvényeket szavaztak meg. Okuk van rá, mert államosították a nyugdíj megtakarításokat. Márpedig, tisztelt képviselőtársaim, egy bizalmát vesztett társadalommal nem lehet kormányozni. Azt javasoljuk, hogy új költségvetést és új adótörvényeket hozzanak a ház elé. Köszönöm a figyelmüket. A kormány nevében Cséphalvai Zoltán államtitkár úr fog válaszolni, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Mindenekelőtt, amit itt a bankbetétek befagyasztásával mondott, felhívnám a figyelmet, hogy a rémhír terjesztést azt a törvény különös szigorral bünteti. Én sajnos nem tudok annyi filmhőssel szolgálni, ezért, ha megengedi, röviden 12 pontba foglalnám össze azt, hogy mi mindent tettünk az elmúlt egy évben. Ha még emlékszik, tavaly júniusban az IMF tárgyalások során a magyar kormány világossá tette, hogy saját úton és saját eszközökkel próbálja megoldani azt a költségvetési helyzetet és azt a költségvetési lyukat betömni, amit önök örökségül hagytak. Ennek volt köszönhető, hogy Magyarország egyáltalán kivethette egyébként a különadókat és a bankadót, amelyekkel konszolidálni tudtuk azt a válságos állapotot, amit maguk örökül hagytak nekünk a költségvetés területén. És ezt tette lehetővé harmadikként azt is, hogy egy adóreformot indítsunk el. Ennek lépése többek között a kis- és középvállalkozásokat terhelő adók csökkentése, például a társaságadó csökkentése 19%-ról 10%-ra, 10 kis adó eltörlése, és igen, ide tartozik a 16%-os egykulcsos és arányos személyi jövedelem adó, amely világos üzenetet küld, azt üzeni, ha valaki többet dolgozik, attól az állam nem vesz el többet. Negyedikként említeném a nyugdíjreform elindítását is, aminek során lehetővé vált a második pillérben lévő magánnyugdíjkasztatagoknak, hogy átlépjenek az állami pillérbe. Hozzátenném zárójelbe, hogy ez a kassa egyébként éves szinten a GDP 1,3-1,5%-át kitevő lyukat ütött minden évben a költségvetésnél. Ilyen rendszert nem lehet fönntartani, ez hozzá tartozik egyébként a költségvetés konszolidálásához is. Hogy a költségvetés konszolidálása mennyire volt sikeres, és ez itt ötödik pontként említem, nagyon jól mutatja azt, hogy Magyarország képes finanszírozni magát a pénzpiacokról. Mindenfajta külső segítség nélkül a pénzpiacok bizalmat helyeznek a magyar költségvetésbe és a magyar kormányba. Hatodik pontként említeném a Széll Kálmán tervet, amelyik már 2012 után is biztosítja Magyarország stabilitását és a költségvetés stabilitását, és alapvetően az állam átalakítását célul egy egyszerűbb és átláthatóbb és egy hatékonyabb államot, valamint a munkaerőpiac rugalmassá tételét. Hetedik pontként említhetném azokat a nagy beruházásokat, amelyek Magyarországon elindultak, Audi, Mercedes és az Opel. Nyolcadik pontként említem az új Széchenyi tervet, amelyik megfordítja már a korábbi arányokat. A Széchenyi tervben lévő forrásoknak, vagyis az uniós forrásoknak 50%-a a kis- és középvállalkozásoknak jut.
9. az alkotmány. Igen, egy közpénzügyi fejezet található ebben az alkotmányban, amely alkotmányos garanciát ad arra, hogy soha többé ne lehessen olyan felelőtlen költségvetési politikát folytatni, mint amit önök folytattak. 10. pontként említeném az otthon mentő akciót, amely megoldást talál arra a problémára egyébként, amelyre önök képtelenek voltak az elmúlt 8 évben megoldást találni, a devizahitelesek problémájára, és 11. pont itt, az adminisztrációs és bürokratikus terhek csökkentése, amihez hozzákezdett a kormány, és megszabadítjuk a vállalkozókat azoktól a terhektől, amiket önök a vállalkozókra raktak. 12. pontként említeném, ha esetleg elkerülte volna figyelmét, Magyarország fél évesen időszakra az Európai Unió Tanácsának elnökségi munkáját adja, ami szintén egy jelentős megterhelés egyik oldalról, másik oldalról pedig nagyon sok gazdasági lehetőséget teremt Magyarország számára. És akkor beszéljünk röviden az eredményekről, itt 5 pontot említenék, csak nagyon röviden. Az államháztartás hiánya a tavalyi évben a GDP 4,2%-a volt, ez magasabb ugyan a tervezett 3,8%-nál, hozzátenném, ez az unión belül a 8. legkisebb államháztartási hiány. Nézze meg más országoknál milyen államháztartási hiányok vannak. Magyarország képes kordába tartani az államháztartás hiányát. A negyedévi GDP adatok azt mutatják, hogy a GDP 2,4%-kal nőtt 2011 első negyedévében 2010 első negyedévhez viszonyítva. Öszöldi beszéd óta nem nőtt ilyen értelemben és ilyen erősen a magyar gazdaság. Trendforduló van a foglalkoztatásban, 28 000-rel nőtt éves szinten a foglalkoztatottak száma. Nagyon röviden összefoglalva azt tudom mondani, jó pályán vagyunk. Köszönöm a figyelmet. Szintén napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Varga István képviselő úr a Fidesz részéről. Ősi halottaink emléktáblája újra méltó helyen a parlament fősóján. Ez még csak a kezdet. Címmel parancsoljon, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés! Ezen a napon megszólalni különös megtiszteltetés, hisz 1848-ban ezen a napon született Baross Gábor, és ugyancsak ehhez a naphoz kötődik a Magyar Királyság külügyminiszterének, Bánfi Miklósnak a halála. Képviselőtársaim biztos emlékeznek rá, a híres regény trilógia szerzője, megszámláltattál, híjával találtattál és darabokra szaggattattál. Ez azért is jut eszembe, mert a tegnapi nap emelkedettségének talán legfontosabb és legszebb pillanata az volt, hogy 582 honfitársunk tett esküt, és először fordult elő egy keserédes trianoni megemlékezések során, hogy gyarapodunk, hogy ezek, tízezek várnak magyar állampolgárságra, hogy a nemzet újra egységes és egy lesz, úgy, ahogy a nyári jelmondat majd hirdeti, a táborban, Erdélyben bizonyára mindenki tudja, összenő, ami összetartozik. Kedves képviselőtársaim! 1925. május utolsó vasárnapja, a Hősök napja volt hosszú évtizedeken keresztül a Magyarország gyűlésben. A Hősök napja volt az ország orosz megszállásáig és a kommunista diktatúráig. Az Orbán kormány nevéhez fűződik az 2001-es 63-as törvény, mely újból visszaállította a Hősök napját, és a hosszú elfedett évtizedek után lehetőséget biztosított a magyar hősöknek és minden honfitársunk számára, hogy megemlékezzünk méltóképpen az első és a második világháborúban elhunytakról. Nagy öröm volt azt hiszem mindannyiunk számára, hogy előkerült egy tábla itt a házban, az a tábla, amely egy héttel ezelőtt a házelnök úr avatott, és ez a tábla, amelyet eloroztak, de voltak kedvesek és figyelmesek, akik elrejtették, visszakerülhetett, nevezetesen az a tábla, amely megörökítette, és amely 1925. október 18-án került átadásra az első világháborúban hősi halált halt magyar képviselők, tisztségviselők, kis és nagy emberek hőstettét, és ez a tábla végre itt van. Tisztelt házelnök úr, kedves képviselőtársaim! Utána néztem, hogy 1925-ben e tábla mellett egy másik tábla is átadásra került, nevezetesen Tisza István,
a mártír halált halt magyar miniszterelnök és Návai Lajos ennek a háznak az 1905-től 1918-ig országgyűlési képviselője, majd 1911-től 1912-ig ennek a háznak az alelnöke, első elnöke és elnöke volt, akit bestiális kegyetlenséggel Kiskun Félegyházán Samueli pribékjei a dicsőséges tanácsköztársaság során megöltek. Ennek a táblának is, tisztelt képviselőtársai, most az új Magyarországon itt kell állni az első és a második világháborús tábla mellett. A munkatársak azt mondták, hogy a tábla már nincs meg, valószínű szétverték, de megvan a kópiája, talán megvan a gipszlenyomata is, úgyhogy meg kellene, újra el kellene készíteni és vissza kellene állítani. Tisza Istvánról, a Szikláról, a magyar miniszterelnökről, aki ellent állt a gonosznak, és aki nem rajta múlott, hogy Magyarország darabjaira hullott, már megemlékeztem ebben a házban. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a földeáki földbirtokosról, ennek a háznak a képviselőjéről, Návai Lajosról is, akit elhurcoltak Samueli pribékjei, megöltek, majd a tanácsköztársaság után hosszú hónapokon keresztül kiadták a családnak, és legalább abban a tragédiában nem részesült, hogy eltemethették a szerettei, hisz tudjuk, hogy nagyon sok holttestet ki sem adtak annak idején. És Návai Lajosnak 1935-ben, hangsúlyozom, 35-ben Makón szobrot állítottak. Ez a szobor ma is megvan Makó főterén. Megvannak a mellékalapjai, egyébként a halhatatlan ezeréves magyar vármegyét szimbolizálja. Csak egy, a fő alak hiányzik képviselőtársaim, Návai képviselőtársunkat kiszedték. Beolvasztották, és gondolom nem nehéz kitalálni, a szovjet hősi emlékműhöz használták fel ennek a bronznak az alakját. Ez is valami féktelen cinizmusra val az elmúlt évtizedekben. Én azt hiszem, hogy a makóiaknak és mindenkinek meg kellene birkózni azzal a feladattal, hogy visszaállítani ezt a szobrot, hogy Makó főterén ékeskedjen, és hirdesse ennek a háznak és az új Magyarországnak a dicsőségét. Köszönöm szépen! Hende Csaba miniszter úr fog válaszolni a kormány nevében. Parancsoljon! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Mindannyian tudjuk, hogy az 1945 után hatalomra jutott kommunista rezsim a múltat végképp eltörölni akarván az első és a második világháborúban elesett katonahősök emlékét is megpróbálta kitörölni a nemzet emlékezetéből. Majdnem 50 évig tartott az a kurzus, amely a nemzeti értékeinket tagadta, és megpróbálta azokat szisztematikusan felszámolni. Valóban az első Orbán kormány idején a 2001. évi 63-as törvény állította helyre a régi szokást, és szentelte május utolsó vasárnapját újra a hősök emlékünnepévé. De hogy mit kellett elszenvedni ennek a népnek és a hőseinek? A kommunizmus ideje alatt a nagyon jó példa, a Rákos keresztúri köztemető első világháborús hősi parcellája és emlékműve, ahol 10 000 katonánk nyugodott, és amelyet az 50-es években szüntettek meg azzal a jelmondattal, hogy lejárt a porladási idő, rájuk lehet temetni. A több évtized alatt tudatosan okozott mérhetetlen károkat nem lehet egyik pillanatról a másikra felszámolni. Ez egy hosszabb folyamat, amely azonban 90 óta folyamatosan tart. 90 óta hivatalban volt nemzeti elkötelezettségű kormányok, számos lépést tettek ennek érdekében. Központi katonatemetők épültek a II. Világháború és a II. Magyar Hadsereg hősi halottai számára a Donkanyarban. Számos emlékmű és emléktábla létesült vagy újult meg szerte az országban és a Kárpát-medencében. A Honvédelmi Tárca jelenlegi vezetése a már elért eredményekre tudatosan építve szeretne még intenzívebben foglalkozni hősi halottaink emlékének megőrzésével. Úgy gondolom, hogy a hadisírok, a hősi emlékművek és emlékhelyek törvényben rögzített védelmet kell, hogy élvezzenek. Az ehhez kapcsolódó jogszabály előkészítő tevékenység már folyik a Honvédelmi Minisztériumban. Ennek a 90 óta tartó folyamatnak egy igen jeles és kiemelkedő eseménye volt a Kövér László házelnök úr kezdeményezése és döntése alapján a múlt héten megtörtént emléktáblavatás, melyre képviselő úr is utalt. Házelnök úr a közelmúltban hajtott fejet
a Doberdói csatatéren elesett magyar hősök emléke előtt, és a közeljövőben szándékában áll a Donkanyar a elesett magyar hősök előtt is tisztelegni. Szerencsémnek tartom, ha majd én is elkísérhetem őt erre az útjára. Hála Istennek, hogy a magyar alkotmányos berendezkedés centrumában lévő legfőbb államhatalmi és népképviseleti szervnek, a Magyarországgyűlésnek ilyen szellemiségű vezetője van. Házelnök úr minden bizonnyal a jövőben is kezdeményezni és támogatni fogja az általa szükségesnek ítélt lépéseket. Köszönöm szépen. Napi rendelőt felszólásra jelentkezett Lukács Tamás képviselő úr a KDNP részéről. Privilégiumok és monopóliumok, avagy hogyan készülnek a nemzetközi jelentések címmel. Parancsoljon, képviselő úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Az Emberi Jogi Kisebbségi Civil és Vallásügyi Bizottság tárgyaló delegációja ez év április 5-én tárgyalásokat folytatott Frandl úr, ENSZ szólásszabadságért felelős külön megbízottal a magyar médiatörvényről. Megállapodásunk szerint a tárgyalás ez év június 2-án folytattuk civil szervezetek bevonásával úgy, hogy az időpontot és részben a civil szervezeteket előre egyeztettük. Nem csak én lepődtem meg ezért, de mások is, hogy a tárgyalás előtt két nappal egy 15 fős listát kaptam, akiket az ülésre meg kellett volna hívnom. Ennek a kérésnek nyilvánvalóan nem állt módonban eleget tenni, tekintettel arra, hogy a diplomáciában nem szokásos, hogy a meghívott fél diktálja, mely szervezetek kapnak meghívást, másrészt a megjelölt szervezetek és személyek között a korábbi egyeztetés alapján már több meghívást kapott. Azonban az ezen eset mellett nem lehet elmenni, mert komoly tanulságai vannak. Tudnélik, a Közép-Európai Egyetem egyik tanára meghívás nélkül is megjelent, ami a tárgyalások 20 perces késedelmét okozta, majd ezt követően ragaszkodott hozzá, hogy ő a tárgyalás alatt a témához hozzászólhasson. Ha nem olyan volt parlamenti képviselőről volna szó, akinek a pártja már nincs a parlamentben, úgy talán nem is kellett volna az illetőt a parlamenti szabály és az illem betartására figyelmeztetnem. Mindezen túl ez az erőszakos magatartás nemzetközi kapcsolatokban nem szokásos. A történet jól példázza, hogy adott esetben hogy születnek nemzetközi jelentések, és nyilván a tisztességes eljáráshoz való jog minden országot, így hazámat is megilleti. A listán szereplő személyekről és szervezetekről meg kell állapítani, hogy mindegyikük budapesti, mintha vidéken nem élnének emberek, mindegyikük már véleményt nyilvánított a médiatörvényről, és a nyilvánosság állandó szereplői, továbbá megállapítható, hogy a szervezetek és személyek között véleménykülönbség nem található, végül, de nem utolsó sorban, társadalmi támogatottságuk nem mérhető. Mindezek ellenére ők azok, akik kizárólagosságra törekednek, ők azok, akik úgy gondolják, hogy csak nekik van joguk nemzetközi szervezetet vagy személyt tájékoztatni, csak nekik van joguk parlamenti bizottság tárgyalásán megjelenni, parlamenti tárgyaló delegáció asztalánál megjelenni és ott hozzászólni. Az ENSZ külön megbízottal egyetértettünk abban, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának igazi korlátja, ha véleménymonopóliumok alakulnak ki, akár gazdasági, akár politikai célból. Ezért az emberi jogok érvényesülésének szempontjából minden olyan jelenség ellen fel kell lépni, ami alkalmas arra, hogy véleménymonopóliumot hozzon létre, és nemzetközi szervezetet vagy szemét kizárólagosan és egyoldalúan tájékoztasson. Amennyiben ez hazánkban továbbra is így folyik, úgy ebben a koordináta rendszerben kell értelmezni a jelentéseket. Ezt követően a médiaetikára utalok, amikor egy vezető napilapban az jelenik meg, hogy a kormány megpróbálta eltitkolni a bizottság ülését, hiszen ha egy vezető napilap újságírója nem tud különbséget tenni a kormány és a parlament között, miközben az illető parlamenti tudósító, akkor úgy gondolom, hogy ez nem csak szakmai, hanem etikai kérdés is. Ezt követően a nyilvánosság előtt volt, aki közleményben támadott,
de engedtessék meg, hogy a demokráciáról és a szólásszabadságról olyanok ne oktassanak ki, akik valamikor cenzúráztak. Büszkén vállalom, hogy a demokráciát Antal József idejében tanultam, és az ő zsinórmértékéhez alkalmazkodom. Remélem, akik kizárólagosságra törekednek, és nemzetközi szervezeteknél ellenőrizhetetlen módon járnak el, megértik, hogy aki a nemzetére támad, a nemzet által vészel. Köszönöm szépen! A kormány, ha jól látom, nem kíván reagálni. Tisztelt Országgyűlés, így a napirend előtti felszólások végére értünk. Felkérem Hegedűs Lórántné jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a további napirenden kívüli felszólókat. Tisztelt Országgyűlés, a mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Murányi Levente Jobbik, Ferenci Gábor Jobbik, Horváth János Fidesz, Lenhardt Balázs Jobbik. A holnapi napon napirend előtti felszólalásra jelentkeztek a következő képviselők: Szilágyi László LMP, Olá Lajos MSZP, Túri Kovács Béla Fidesz, Dúró Dóra Jobbik, Pálfi István KDNP. A holnapi napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Ferenci Gábor Jobbik, Horváth János Fidesz. A szerdai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Ferenci Gábor Jobbik. Tisztelt Ház, tájékoztatom Önöket, hogy Németh Szilárd István fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó indítvány érkezett rágalmazás vétsége miatt a Pesti Központi Kerületi Bíróságtól. Bencsik János Fidesz és Schmidt Csaba Fidesz országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó indítvány érkezett rágalmazás vétsége miatt a Tatabányai Városi Bíróságtól. Megyes Tamás Fidesz országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó indítvány érkezett rágalmazás vétsége miatt a Győri Városi Bíróságtól, illetve Zagyva György Gyula Jobbik országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó indítvány érkezett közvádas ügyben a legfőbb ügyészségtől. Ezeket megvizsgálásra kiadtam a mentelmi összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságnak. Tisztelt Országgyűlés! Felkérem Móring József Attila jegyző urat, hogy ismertesse a tárgysorozatba vételt elutasító bizottsági döntéseket. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy 2011. június 6-án a Mezőgazdasági Bizottság a rendkívüli időjárás miatt kialakult mezőgazdasági károk enyhítéséhez szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló H/R 3118-as számú Gőgös Zoltán és más képviselők által benyújtott előterjesztés, az erdőről, az erdővédelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 37-es törvény módosításáról szóló T/R 3131-es számon Kis Sándor Jobbik képviselő által benyújtott előterjesztés, az Önkormányzati Bizottság a kéményseprőipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló T/R 3352-es számon Szűcs Lajos és Fejér Andor Fidesz képviselők által benyújtott előterjesztés tárgysorozatba vételét elutasította. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki feloszlásokra elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom Önöket, hogy a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló H/R 3247-es számú országgyűlési határozati javaslathoz az Alkotmányügyi Bizottság módosító javaslatot nyújtott be, így a mai napon nem kerül sor a határozathozatalra. A részletes vitára a jövő héten kerül sor. Tisztelt Ház, az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi 56-os törvény módosításáról szóló T/R 2224-es számú törvényjavaslathoz módosító javaslat érkezett, így ma záróvitára is sor kerül. Most a napirend kiegészítésére irányuló javaslatokról döntünk. Tisztelt Ház, az LMP képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a kampányfinanszírozás átláthatóvá tételével kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/R 30-as számú törvényjavaslat általános vitájának megkezdésére ezen az ülésen kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot nem fogadta el. Tisztelt Ház, a Jobbik képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a Rákóczi Szabadságharc emléknapja megünnepléséről és a 2013-as év második Rákóczi Ferenc és a Rákóczi Szabadságharc emlékévéről szóló H.P.R. 3044-es számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájára ezen az ülésen kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható